Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése, és megy az újság pozsonyba a nyomdába. Általában interjúnk kerül a címlapra de a 36 oldalon sok minden elfér. Például riportok. Mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák. Nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől. A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre. De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet. Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. A havi nézettségünk már átlépte az egymilliót. Tépa a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti hat jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot! A Kompország mai vendége Aranyosi Péter, Pulitzer humorista. 1972-ben született Miskolcon. Ugyanitt a Berzevici Gergely vendéglátóipari szakközépiskolában érettségizett, majd a Nyíregyházi tanárképző főiskolán szerzett történelem tanári diplomát. A rádió kabari munkatársa volt, aztán az esti sóderhez került, a műsor indulásakor a Design Center rovat felelőseként dolgozott. Közönségszervezője volt a Mónika Sónak is, majd a Duma Színházban kezdte meg fellépéseit. 2017-ben megkapta a Karinti gyűrűt, egy évvel később pedig a Miskolci Múzsa díjjal tüntették ki. Nős, két fia van. A Duma Színház internetes oldalán így jellemzi önmagát. Tankmániás lékpuska tulajdonos, aki volt már akasztott ember is, persze csak viccből elszánt Diós György szurkoró, közönségszervező, a rádiókabari munkatársa, Poéngyáros, a Vekerletelep egyetlen rúttánc idomárja, borostás tanárember, noha csak hallgatóként látott katedrát, komolytalan családapa. Vele van az erő, de érzi, nem jelent jót halottas kocsival érkezni az apekbe. Üdvözlöm a nézőket, ez a Kompország, a Magyar Hang beszélgető közeleti portré műsora. Mai vendégünk illetve heti vendégünk, mert hiszen ez egy hetente jelentkező műsor, Aranyosi Péter humorista, akit nagy örömmel, tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Köszönöm szépen mindenkit, üdvözlök a YouTube mögött. Igen, és hát ajándékoztással kezdem a műsort, úgy, úgy döntöttem, jó. hogy megjelent a, egyben újra promóció is Aha, természetesen, jó. hogy a Magyar Hang ugye most könyvkiadásba is fogott, és már talán a múlt héten is mutattam ezt az új kiadványt, ami... Így ez be van fóliázva, úgyhogy még csak úgy kívülről lehet majd szemlélni. Vir Mihály tábornok a szerző, Nernia a krónikái, ez egy ilyen kalandkönyv. kalandkönyv. Kalandkönyv, és az a lényeg, hogy az olvasó, mint egy ner lovag, kell, hogy eligazodjon ebben a különös világban. Aha. Viszont akkor be is egy kérdésem, akkor hogy ez a... hajtogatós könyv, ilyen hajtogató, gyerekkorunkban Hát volt valami hasonló, hogy, Aha, hogy így ide-oda lehet ugrálni igen, az oldalak között. Hogy Megnyertél egy tendert. Lépjél előre Na ez 26 az a lényeg, lényeg igen, ezt igen, igen, rövidebben igen, sikerült elmondanom. Le kell mondanom. adnod belőle 28%-ot valahová, zugba, sajcba. Értem? Igen. Nagyon jó. De az a az 28% az akkor az jó, az az jó helyre lépett az, az, az ember, mert jó, az, az jó, az, az, a jó, jó az egy jó, igen, igen. De igen, igen. még egy kérdés, hogy a, ez, a, ez a név ö, megfejtődik, hogy ez mire akar utatni? Vir Mihály tábornok gondolatom nincs, de mivel édesapám rejtvényfejtő nagyágyú, ő majd lehet, hogy megfejteni. Fordítva kell, kon, Robát nem. Visszafelé. De majd itt majdnem, de hát a Mihályt most egy pillanatra felejtsük el. Igen. A vírtábornokot kéne a betűket valahogy újra rendezni. A vírtábornokot? Igen. Hát a kokonok? Nem tudom. Hát. Kon. R... Nem tudom, fejből ne, nem megy. Nem megy. Nem baj, nem baj. De... Vágór, felezzük meg. felezzük meg, vágór. Nem tudom. A K, tehát a tábornok és a virből kell egy új szót kirakni, nem egy név. Igen. Jó, igen. hát akkor adjuk föl adjuk föl nyereménynek, hogy aki leggyorsabban bekommenteli, az megkapja a könyvet. Hát nem volt egy ilyen, most már, most már úgy gondoltam, hogy elsütem el, el, itt a poént, úgyhogy. Úgy, hát Orbán Viktor. És ugye Orbán Viktornak a második keresztneve Mihály, ez csak úgy Nem tudtam. Nagyon jó. Nem nagyon használja, de ez már egyszer kiderült, úgyhogy... Nem baj, hát benne van a személyi, meg gondolom. Jó, jó, hát... Tehát ezt akkor... értem. Orbán Viktor Nernia krónikái. Nagyon jó. Hát körülbelül igen, igen. Nagyon jó. Én is tudtam, hogy kiadással is foglalkozik az öreg. Nem csak az étellel. De jó. Nagyon jó. Vannak neki már könyvei egyébként. Az első meg is van nekem még, amit a Debreceni József írt, az még meg is van. Igen, az egy, ez egy jó könyv egyébként. Te mondod? Jó, kék az eleje, arra emlés, Igen, igen. Sem. 2002 környékén, meg amikor volt a, a vereség. Na most ez az a beszélgetés, amikor azt hiszem, hogy a komolyra fordítsuk a szót fordulatot, mell mellőzhetem. Igen. De az egy picit komolyabb, talán, talán komolyan érdemes kezdeni, no. hogy ugye elhangzott az, hogy miután te nagyjából két évvel ezelőtt ugye a, a Covid az, az, alattomos módon megtámadta a szervezetedet, és azért egy, -egy... Kórházban voltam, innen nem messze voltam a Szent kórházba. László kórházban. Szlávik. Dr. akiről szoktam a barátom. Igen. Barátom, mert felléptem a születésnapján ingyen. Igen, és hát a történetnek így a jó vége lett. Mint jó, itt mert látható. itt vagyok, és nem temetőbe. De nem volt könnyű. Ne. Nem volt könnyű. És aztán, amikor hazajöttem és átgondoltam, akkor esett le, hogy ez sok, itt azért ingott a létsz. Bár utána megkérdeztem a dokitól, azt mondta, hogy még volt két gyógyszer, amit kipróbáltak volna rajtam. Hát ez megnyugtató volt. Megnyugtató igen, 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 igen még, is. Lett volna esélye, még lett volna esélyem. És ezzel összefüggése, vagy erre hivatkozva, mondtad azt, hogy á, ott sok mindent átgondoltál ebben igen. a helyzetben, hogy mi a fontos az életben, család, fellépés, karrier, egyebek, és hogy arra igen. jutottál, hogy Kicsit vissza kell venni a, a tempóból. Igen. Ez sikerült egyébként? Abszolút, hát most már a havi 30 fellépésből, azt le is csökkentettem a fellépési számomat 10-12, maximum 15-re. És hát sokkal többet vagyok a családdal, barátokkal, és amit, amit én ott elterveztem, tényleg mondanám, hogy az anyósomat elvittem Nápolyba, de ez teljesen igaz. Igen. Megtettem azt is, megvettem a kisautót magamnak, amire vágytam, hogy legyen egy vadonatúj kisautóm a városban, rohangálása, stb. 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 Tehát, hogy ezeket a, 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 ott a lázban kigondolt vagy, vagy felbudjanó élményeket, vagy hogy is mondjam, megfont, meggondolásokat beteljesítettem. Megtettem, megcsináltam, megoldottam. Úgyhogy ebbe benne volt például az, hogy szervezek minden hónapban egy ilyen értelmiségi találkozót, ami nagyon csúnya hangzik, hogy értelmiségi, de mindig hívunk valaki, olyan, a telkemre hívunk valami olyan ürgét, akit szeretnénk meghallgatni, hogy mi volt a múltban, vagy mi volt a jelen, vagy mi van a jelenben, hogy egy kicsit ebben a rettenetes zajban, amit a média okoz, ez is egyébként Igen. a média zajnak egy része, hogy miért én itt dumálok veled együtt, de szóval ez a rettenetes média zajban olyanokat is hallgassunk, akik mondjuk értik a szakmájukat, vagy valamit nagyon jól tudnak csinálni. Tehát volt már nálunk marketingigazgató, volt nálunk költő, volt nálunk államtitkár, volt nálunk aktív államtitkár, akiket meghallgatunk, és mindenki levonja a következtetéseket abból, hogy nagyon hát az aktív államtitkár az azt jelenti, hogy ma is most is hivatalban lévő. Igen, de nem mondom, én nem, nem mondom meg a nevét. nem, én nem mondom meg a nevét. Korunk nevét. Imréje igen, lehet akkor. Igen, igen. igen, de volt nálam például Ruszin Szendi Romulus hadseregtábornok, tábornok, ami azért, azért elég nagy dolog. Igen. Mint, aki most éppen inaktív, ugye? Aki most in és akkor még a, ő még aktív volt, és mondta, hogy nem mondhat semmit. Hát mondom, akkor jó van. De, de most nem mondhatna. Hát most majd elhívjuk, de hát mo mo most, már, most már italozásba fog belefordulni inkább, most már. É, az, most már úgy döntöttem, hogy az fontosabb, úgyhogy parancsot kapunk, felesége vezet, mi meg iszogatunk. De hát azért ilyen ártalmatlónak tűnik egy ilyen értelmiségi beszélgetés a kertben, de azért a mondjuk a magyar, közelmúlt magyar történelmét ismerve, ebből sok minden szokott nőni, tehát nem, ők, semmi. nem lesz lakitelek ne, vagy ilyesmi. Nem lesz szárszó, nem lesz lakitelek, és nem lesz semmi olyan. Nem lesz milyen kötse vagy nem kötse. tudom, kötse. hogy ilyen nincs se nincs lesz ilyen. belőle. Meghallgatjuk, én főzök egy gulyáslevest, vagy egy paprikás krumplit, meghallgatjuk, viszont egy kis vörösbort, hozzászólunk, kérdezgetünk, de tulajdonképpen ennek semmilyen. Ez csak, hogy a, hogy mégis mi az igazság, tulajdonképpen Igen. annak az embernek a, 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 a vonalából, vagy az ő szemlé, szeméből nézzük meg azt a dolgot, hogy például öntözés az Alföldön, csak mondom neked, ami, Gyan. ami nekem ilyen mániám, nem tudom miért, de például ilyesmi kérdéseket is feszgettünk múltkor. Igen. Egy pillanat még, még, még ugye a Covid fele visszatérve, hogy végül is van most itt egy friss hír, mondhatni kettő is, de az egyik az kifejezetten a Covid-ra vonatkozik, ugye van a héten két Nobel-díjassal gyarapodott igen, a magyarság, ugye az igen. egyik, a Karikó, karikó Katalin, és ezt te egyébként ennek fényében is hogy fogadtad? Vagy, és egyébként nyilván az ember figyeli a, a kommenteket, és... Az Az asszonyság? Hát old? én most még nem is csak erre gondoltam, hogy azért Magyarországon mondjuk így a tudománynak a, a, a megítélése, vagy különösen itt az oltások, meg oltás egy egyébként kapcsán, azért kétes. Tehát, hogy nagyon... A, a, Szabolcs, mondom neked. Igen. Mondom, mi történt. Mondtam a Szláviknak, amikor mentem vissza kontrollra, hogy mondom, nézd meg, két oltás után majdnem belehaltam. És erre azt mondta a Szlávik, doki, ha nem lett volna bajod oltás, már nem élsz. Na most akkor vitatkozzál ezzel. Igen. Tehát most akkor ezzel vitatkozz, mert olyan is meghalt, aki be volt oltás, olyan is meghalt, aki be nincs, nem volt oltás. Mellettem volt a másik szobában két néni, az egyik egy 50 éves ápoló, a másik egy 103 éves ö, vénasszony. Igen azt mind a ketten covidosok voltak, a 103 éves néni naponta háromszor befosott tisztába rakták, az 50 éves hölgyet meg tolták lábbal előre, mert nem hatott rá a gyógyszer. Na, most akkor, na most akkor, most mit azért mondom, hogy ilyeneket láttam, vagy ilyeneket hallottam. Szóval ebben nem lehet, hogy, hogy tényleg ez egy kipróbálatlan oltás volt, mindenki saját kockázatára lépte meg, meg tette meg. Jaj, hát felépésen találkoztam egy olyan hölgyel, aki mondja, hogy az ő férje lénegeztetőgépen volt, és jön egy srác. És mondom, tényleg lélegeztetőképpen Azt mondja, ah, oh, igen, 26 napig. Tuh. Na most, aki 26, és és, 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 azt mondja, a hölgy, hogy, hogy ő lefogyott 15 kilót, meg szétsírta az, az, a eszét. Tehát most erre mit, mond, mit mondasz neki? Csoda. Akkor olyat is hallottam, akit háromszor tettek vissza a lélegeztetőgépre. Háromszor. Igen. Hát az, az egy ilyen nagy darék ember volt állítólag, akik meséltek, hogy nagy darék ember volt, most pedig a árnyéka önmagának, de él. Igen. Szóval ezt, hogy most Karikó Katalin, hát kutasson, örülünk neki, hát jelezném, nem Szegedről dolgozik most se, hanem valahol Amerikában, vagy hol, vagy Svájcban. Tudom, tudom, hogy itt is, ott is, Na, de estenem. hát a nagy felfelezés, Korszakában ugye nem Magyarországon volt. De az is igaz, hogy egyébként őt Amerikában is nagyon lassan ismerték el az ő Tehát ez amikor valaki megelőzi a korát, akkor annak ez a vége. De amit igazából kérdezni szerettem volna, az az, hogy. És a fizikus. aki meg a Bécsi Egyetemen tanít. Igen, csak azért nem hoztam szóba őt, Klaus Ferencet, mert nem tudnám értelmesen elmondani, hogy miért kapta a. Ja, hát az az már azon már meghaladja. Hát most már mi a soros kapcsolásnál lelakadtunk soros kapcsolás. Igen, mert most Igen. már, már, már az sincs. Tehát azért mondom, a fizika nekem odáig tart, hogy soros kapcsolás. Úgy, hogy a fiam most ötös belőle, de én mindig kettes voltam, úgyhogy nagyon nagy dolog. Igen. Csak úgy, tehát amit kérdezni akartam valamikor pár perccel ezelőtt, hogy, hogy szerinted mi az oka annak, hogy ezek a furcsa összeesküvés elméletek, tudományellenes nézetek, ezek úgy hasítalak Magyarországon, és nem csak Magyarországon teszem hozzá, mint kés a vajban mennek ezek előre, tehát itt a, a, az oltással beépített csíptől kezdve nagyon sok furcsaságot. Minden ilyen, hát lapos vannak. Szabolcs, hát mindenféle őrület van ebben az országban és ebben a világban. Ez a internetnek, vagy a a médiának a, a sajnos a, a melléknyomorúsága, mellék hogy nem csak propaganda van, hanem még hülyeség is. És hát aztán, amikor a hülyeséget bemeli a propaganda, akkor aztán ö, ö, brutális. De hát ez egy ilyen elsötétülő világ. Tehát ne felejtsük el, hogy van egy világ tendencia, ahol a, az értelmiséget és a szakértőket, ö, azokat, ö, ezeket, a tendencia azt mutatja, hogy ezeket alá kell ásni. Igen. Tehát amikor a, 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 a Pali tanult 8 évig az egyetemen és 20 éve virológus, az nem, ér, nem ért hozzá, de Marika néni, Máté a külsőn, aki zsírral bekenne a melkasát és attól meggyógyítja a Covidot és rá kell dobni két szívapárinkát, arra jobban hallgatnak, mint a 30 éve ö, ö, professzorra. Ilyen világot élünk. Hát sajnos ez van. Tehát, tehát hogy az emberek a, a, ez, ez ráfordulnak. Sötét középkor, hát ez jön most megint. És a humor az nem lehet fegyver ez ellen. Tehát, hát Ameddig lehet, lehet. de hát, Bár vagy nyilván pont ők nem értik azt a, azt a humort, ha, ha akikre éppen kifigurázunk, nyilván ők ezt nem veszik minden jól. Minden jelenséget elmondhatsz, de amikor benne vagy abban a helyzetben, akkor ö, úgysem fogod azt mondani, hogy, hogy kiröhögött saját magad. Tehát itt mondjuk. vagyok én, aki háromféle fogyókúrával már próbálkoztam, és most hallottam egy negyediket, és most megpróbálom ezt a negyediket is. Sajnos a helyed, hogy nem kéne enni. Tehát, tehát, végtelen egyszerű, nem kell enni, és lefogysz. Tehát van egy ilyen végtelen egyszerű fogyókúra. Vagy a mozgás. Vagy a mozgás. Na, az a másik. Mozgás, meg, meg vízivás. Tehát ilyen rettenetes dolgok. Tehát ezeket kikerülendő mindenféle anyagokat próbálsz meginni, és különböző trükkökkel próbálod megoldani azt, amit nem lehet másképpen, hiszen az energia bevitel, energia bevitel. Tehát az, az attól, attól fogysz, amit nem eszel meg. Igen. Sajnos, mondom neked, vékony embernek, de hát, szóval, de hát ez van, hát nézd meg, hány fogyókúrás ö, 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 recept van, a, a, ha kinyitod az internetet, ezt így ezt tegyed, ide kenjed, oda kenyed, ö, ilyen lámpa alá feküdjél, meg, meg, megveszünk neked 800 forint, megsugárzod a hon, homlokodat, kinő a hajad, minden van, tehát minden van, minden van. Mi azért mondom, hát, hát annyi pénisz növelő, vannak, hogyha ez tényleg sikerülne ezzel, hát akkor itt rokkó országa lennénk. Hát. Na. Igen. Um, olvasva például a Magyar Hangnak adott interjúidat és más Igen. Uh, megnyilatkozásaidat, uh, azt vettem észre, éles megfigyeléssel, hogy, uh. hogy miközben a szakmával kapcsolatban a szakmád művelőivel nagyon elfogadó vagy, és tulajdonképpen a tisztelet hangján beszélsz szinte mindenkiről. A politikusokra ez nem mondható el, ott éppen az ellenkezőjét tapasztalom, hogy ámblok így a pártállástól való hovatartozástól függetlenül, Igen. kormánypárti ellenzéki teljesen mindegy, minden... magáról a politikai elitről rendkívül lesújtó a véleményed. Rendkívül rendkívül. Most már egy kicsit cizellálódik ez a mondatom, mert valahogy rájövök. Na, elmondom, ott kezdődik. Én 15 éven, 18 vagy 20 éve vagyok a Duma Színház tagja, amióta folyamatosan Igen. föllépünk, és én a, a covid tulajdonképpen hetente 5 -szor, 6 -szor, 8 nyolcszor léptem föl, és nem néztem szét. Igen. És most mióta a covid tettem, és kicsit lecsökkentettem a fellépési számomat, én azóta nézek szét. Igen. És Eltelt 15 év, és szétnéztem, és egy teljesen szétesett országot vettem észre, amit én a rohankárás közben, tehát amikor én hétfőn Máté Szalkára megyek, kedden Györben, Szerdán Nyíregyházára és Csütörtökön Zalaegerszegre, és állandóan úton vagyok, és megyek, és robotva, robotva harcolok, és csak telefonon értek ezek a családommal, nem vettem észre, hogy ez az ország ez alatt a 20 év alatt, hát kifordult önmagából. És, és most tett ez a kritika bennem, hogy hát nem ilyen lovat akartunk, és szerintem nem sokan akartak ilyen lovat, mint amit most itt megül ez az ország. Szóval ez egy ilyen beteg, kehes állat, minden, ami mindenfele megy. Tudod? És azt veszem észre, hogy a magyar hetem régen azt mondtam volna két évvel ezelőtt neked, hogy, hogy hát ezek piszkos-mocskos gazemberek, most azt mondom, hogy ezt érdemeljük. Igen, Tudom, hogy ez csúnya ezt hallani, de ezt érdemli ez a nép, ezt érdemli. Ez, ez de valahogy... az is következik, hogy igazából, ha most a mostani kínálatot nézzük, akkor a lényeget tekintve mindegy is, hogy ki kormányoz egyébként. Mindegy. Hát szerintem teljesen mindegy. Aki az, azért kormányoz most, aki kormányoz, mert egyrészt a legjobban ért a vakításhoz, másrészt a leg, legjobban ö, tényleg ő az egyetlen kormány, kormányzó képes erő. Aki, akit azt mondják az emberek, hogy hát ha belőle kell választani, akkor ő, akkor ő vagy ők, mondjuk így, és hát nagyon sokat dolgoznak azon, hogy ne is legyen egy másik alternatíva, aki nem is biztos, hogy alternatíva lenne, ezt most megint tegyük hozzá. Tehát én mindig mondtam, hogy én összetudnék állítani egy olyan kormányt szakértőkből, akik, akik ezt az országot el tudnák vezetni normálisan, miniszterelnököt nem találnék, akire mondjuk a nép fölnéz, vagy akik után megy. Igen, Ugye azt is mondtad... Azt és szeretném. ennek a népnek, bocsánat, és ennek a népnek föl kell nézni, menni kell valaki után. Tehát mivel ez egy jobbágy nép, ebben most nem menjünk bele, ezt Igen. a Puzsér néhány héttel ezelőtt de a műsorban itt nagyon szépen elmondta. Én hozzátenném, ugye elmondta itt a Puzsér, hogy hogy írtódott ki tulajdonképpen Magyarországról. még azt is hozzátenném, hogy és a, ugye elmondta, hogy kiírtották a, tótó, a tótokat, elcsatolták, Uh, ugye a, a, én elmondom, hogy akkor a szerbeket is elcsatolták, hiszen hiszen. Ők is szakértők voltak a gyilkolásban, azért voltak kifejlesztve ugye, a monária miatt, hogy védjék a monáriát. De, de akkor elcsatolták ugye, az értelmiséget, uh -huh. a, a zsidó értelmiséget kiirtották, és na, ne felejtsünk egy másikat, hogy a gentri értelmiséget Igen. is kiirtották a kommunisták az 50-es években, akik, akik, akik értettek az államvezetéshez. És nem maradt senki, hanem megmaradt is szoktam mondani ez a Zalegerszek, Tamási, Kecskemét. Dévaványa, ványa, Debrecen mosolygó jel, ahol tulajdonképpen ez a nép, ez tulajdonképpen a disznótenyésztés, sertés, hízlalás, kukorica, búzába ért, és nagyon jó kolbászokat és hentes árut készíteni. De aki ezeket vezesse, ezeket a népeket, nem nagyon maradt. És nem is ez a baj, hanem hogy nem maradt az országban jó, még parasság sem. Igen. És a parasságnak, ugyanis a parasság az, a jobbágyok maradtak, zsellérek, akik tulajdon nélkül vannak, a, parasztnak a van tulajdona. Ezeket is kulákokként ugye kiirtották. Nem maradt olyan, aki azt mondja, hogy de hát ez az enyém, hát én dolgoztam meg, hanem marad egy olyan, aki attól maradtak azok, akik arra reménykednek, hogy majd ez állam, hogy majd a földes úr, most az állam, majd megsegíti őket. Tegnap néztem pont egy riportot, a kutakról volt szó. És az egyik, azt mondta, az egyik megkérdezett, hogy hát hogy van az, hogyha azt mondta Orbán Viktor, hogy öt perc alatt több víz jön be a Dunán, mint amit a akkumulátorgyárak akkumulátor felhasználnak, akkor őtőle pénzt kérnek a furt kutyáért. Mondta az egyik. Az mondjuk egy kicsit ilyen tulajdonosi tudat, vagy egy, egy kis kuruc hegyke beszéd. Erre a, mondta a másik bácsi, azt mondja, hát majd az állam megoldja. Mit? És akkor mi történik, hogyha azt látják az emberek, és egyébként erre most vannak jelek, hogy az állam egyébként van, nagyon nem oldja meg ezeket a problémákat. Hát nem oldja meg. Hát ezért mondom, hogy ez szét, ezért mondtam, hogy amikor föl, föl eszméltem tulajdonképpen a rengeteg fellépés után is szétnéztem, akkor ezt a széteső államot vettem észre. Hogy semmi nem megy. Hát semmi. Hát tönkre van a, 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 az oktatás, tönkre van az egészségügy, tönkre vannak az utak, tönkre van a vasút, most ez is kiderül, tehát tulajdonképpen, ahogy ti szoktátok mondani a műsorotokban, hogy tulajdonképpen mindenhonnan kihúzódik a, 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 a kihúzódik az állam. És tényleg ezt lehet elni, hogy semmi nincs. Tehát az oktatásban, hogyha ha nem tudsz megfizetni magántanárt, a gyerekedet nem veszik föl. És ehhez jön az a fajta magyar mentalitás, ami 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 most már olyan szinten szembe jön velem, van nekem, csak elmondom neked, Igen. van egy barátom, én csak ilyen konkrét példákon, én egy nagyon földhöz ragadt ember vagyok, én nem nagyon tudok ilyen ö, szépen ö, ö, nagy távlatokba fogalmazni. Én csak azt látom például, egy barátom van, kereskedő ember, terít az országba árut. És azt mondja, hogy pénteken egy, azt látja, hogy a saját telephelyén belül az alkalmazott Lopt, a lopott árut már a telephelyen belül árulja idegeneknek. A tőle lopott árut. Igen. Kirúgja, és kérdezi tőle, hát 22 éve velem dolgozol, jó fizetésed van. Miért kellett ezt csinálni? És erre azt mondja, Tamáska, ha dupla fizetésem lenne, én akkor is lopnék. Tudod? Hát ez történt Igen. pénteken. Igen. Na várjál. Erre fölhív hétfőn a barátom, azt mondja, új autót vett, hát használ, de új autót vett. Jött vele szembe megint egy terítőautó. Ő ment ki a telephelyéről, és a terítő autó nem bejött a telephelyére, hanem bement a parkolóba, ahol az és pakolt át a, a, a lopott cuccot a. a terítette. A, Igen. Amit, amit, amit kilopott, Igen. ellopott a boltokból, amit el ki kellett volna vinni a boltokba, azokból kikilopott valamit, és, és ez hétfőn már a másik ugyanúgy lop. Tehát a másik, azért ne felejtsük el, hogy nézd meg, amikor jövünk az M1-es autópályán, bejövünk Magyarországra. Ausztriában van WC, van WC papír, tiszta, automata van, tiszta helyen le tudsz ülni, az automatából veszel kávét, tud, le tudsz ülni, gyönyörű tájon, levágott fű között nézel. Ha hazajössz Magyarországra, M1-esre bejössz, mi történik? El van lopva a WC papír, össze van hugyozva a fajansz, össze van kakilva a fajansz, le van lopva a csaptelep, és össze van törve a, 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 piszoár. Na most én nem szeretem Orbán Viktor, tehát ezt nem Orbán Viktor csinálja. Ezt mi csináljuk, mi ilyen nép vagyunk. Tehát nézd meg, le van festve egy fal, kettő nap múlva már telefirkálják mindenféle dologgal. Jó, ez ilyen kis polgári dolog ez tőlem, de hogy mi ilyenek vagyunk. Tehát, tehát ez a kis csórás, kis sumák, kis ügyeskedés, tudod, ez a megoldjuk okosba és tudod, ez a tipikus, és, és tulajdonképpen most eltelt így a rendszerváltás után 30 néhány év, és most van az a vége, hogy már, már mindent elloptak. Tehát most már, most már, most már nincs, nincs, nincs csaptelep. A, 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 másik. Mentem egy helyre, egy bevásárló találkoztam ott a gondok nénivel. És azt mondja a gondok néni, hogy nem tudnak olyan a WC-be olyan csaptelepet berakni, amit tudod így föl kell így, így föl, és így mozgató. Igen, igen, igen. Hanem ilyen nyomós csaptelepet kell berakniuk, mert ha ha ilyeneket raknak be, akkor azzal szórakoznak egyesek, hogy végigfutnak, és letörk, törk, futás közben letördelik a karját a csaptelepnek. Tudod, és akkor így nézem, és de mi értelme van? Barbárok vagyunk. Ez ilyen barbár nép, tehát, és e ezt a barbár népet kell kell ennek a magyar hatalmi elitnek vezetnie, aki hát szintén barbár. Igen, de azért volt egy pillanat, 2010-ig, és egyébként az egyik interjúban te is utalsz arra, Igen. hogy amikor ugye Orbán Viktor és a Fidesz ugye kétharmados felhatalmazást kapott, most a parlamenti uh -huh. mandátumokat uh -huh. tekintve, lényegében az volt egy olyan pillanat, amikor, amikor ő arra, indi, arra terelte volna az országot, amerre akarja. Te ez úgy, mond, úgy mondtad, hogy, hogy, hogy Jedi lehetett volna, ugye a csillagok és hasonlatok, de szítlovag lett belőle. Igen. De itt Igen. én azt gondolom, hogy ez az ő bizonyos értelemben személyes döntése volt. Nem a magyar nép igényének próbált megfelelni, hanem tulajdonképpen egy jelen, jelenlévő igényre rá is játszott, ezt felerősítette, de valójában másfele is mehetett volna. Hát ő olyan tehetséges lett volna, olyan tehetséges ember, hogyha akart volna, akkor felfelé viszi az országot. De nem ezt választotta. Ez tényleg az ő döntése, de hát most ez már ezek után már most, ez majd a történészek. Hát ez, 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 látszódik sajnos. Tehát ez a gyűlölködés, erre van minden rájátszva, halála zsidóra, halála buzira, halála most a svédek, tehát tényleg ilyen nevetséges. Tehát, hogy állandóan megy egy ilyen, de most megy egy ilyen, egy ilyen, ilyen hogy mondjam ezt a szót, egy ilyen feszültségteremtés, miközben hát nem kéne ennek, ennek a feszültségét teremteni. Szóval nem kellene. Hát nem igen. kellene. Beszéltem egy idős emberrel, idősebb emberrel, 70 feleti, és ő azt mondta, hogy a múlt rendszerben is így volt, mert akkor is állandóan békeharcot kellett vívni, jönnek az imperialisták, jönnek az imperialisták, Szovjetunióval fogjuk meg egymás kezét, is, és mondjunk nemet a háborúra, és támogassuk Vietnám harcát, és és minden támogat. Tehát, hogy akkor is volt egy ilyen feszültség, hogy az állam majd megvéd benneteket, és majd az állam mindent tud. Tehát ez, ez szerintem ez egy örök recept, csak ez fullasztó ebbe élni, megmondom őszintén. Miközben hát én azt szeretném, hogy ők házmesterek legyenek Tudod, tehát tehát hogy úgy vezessék az országot hogy észre se vegyük. Tehát amire a nép szavaz azt csinálják meg szépen nyugodtan lehet attól a népet jó hangulatban a propagandával terelgetni hogy mit szeressen a nép de nem ennyire és, és, és lehet a jó, lehetne ezt a jó irányba is csinálni. Finomabb finomabb módszerekkel, nem durván. Meg, meg hát, fedjük fele, a kell egyet, nincs még mindig magyar minimum program. Igen. Hát, még, hát azért nincs, mert akkor számon lehetne kérni rajtuk. Teljes a magyar hatalmi eliten lehet számon kérni. És azért mondom, hogy az ellenzék, aki, ami a NER része, hiszen ott tartják magukat mellettük, nem mondja azt, hogy hát mi a magyar, mi a magyarságnak a léte, tehát vagy mi a magyarságnak az alapja. Nem mondják, hát majd így mindig megy valami. Most akkumulátorgyár gyár előtte, összeszerelőzem, mindig valamit kitalálnak, de az, hogy mondjuk miben jók, miben vagyunk jók, és mibe vagyunk kevésbé jók, és mire kéne rátenni hangsúlyt, ez mindig eltűnik. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Erről so sincs téma. Erről, erről, erről valahogy így, tudod, én mindig azt, tudom, van nekem ilyen álmom, hogy hogy van magyar, jó magyar anyaföld, jó terem, jó terem, aki ért hozzá. Én Igen, például vagy. nagyon rossz paradicsom termesztő vagyok, gyümölcsfába pedig a legrosszabb, mert csak leveleket termelek, gyümölcsfa leveleket, mert minden lefagy mindig, vagy úgy metszem, hogy nem marad rajta gyümölcs, de szép formája van. Ahogy azt a YouTube-on látom, formára nagyon szép, csak nincs haszna. De vannak olyanok, akik értenek a mezőgazdasághoz. Tehát hogy nekem van egy ilyen álmom, tudom, hogy furcsa, de hogy műveljük kertjeinket. Nem, hogy nem. Hát igen, de hogy, hogy nagyon jó magyar emberek meg tudnának a magyar jó földből és a magyar vízből termelni a csodálatos terményeket, és jöjjenek ide az osztrák-német rettenetes fáradt nyugdíjasok. Akiket, akiknek fürdőket építünk, és a magyar emberek által termelt sertéshúst meg, meg megfőzik a magyar szakácsok, a magyar pincérek felszolgálják, a magyar masszőrök megmasszírozzák őket, a magyar orvosok meggyógyítják őket, a, a, magyar, a magyar táncos lány megtáncoltatja őket, csak mondtam valamit, és mindenki boldog lenne. Értet? És hogy jöjjen ide az összes német, osztrák, nyugati, és a jó magyar forró vízbe üljenek, feküdjenek és masszírozódjanak. Ez sincs. Ezt is, nem tudom, felfuttatták egy darabig, nem, nem. tudom, hogy ezt rövettem, az is megint leült. Tehát nem, nem, mintha nem, nem tudom miért. Bár itt ez megvalósulhat, hiszen a kormány propagandában én azt hallom, hogy, hogy nyugatról majd jönnek ide sokan, mert hogy ott olyan élhetetlenné válik minden. De, de ne jöjjenek, jöhetnek, de, de ne azért jöjjenek, azért jöjjenek, hogy legyenek itt két-három hétig, hagyjanak itt rengeteg pénzt, masszírozzuk őket, és akkor nem kell a magyar pincérgyereknek kimenni Ausztriába, meg Németországba, mm. hanem a németeknek itt fel tud szolgálni. És a magyar által megtermelt terméket, ami a magyar földben megterem, ez csak apróság, tudod? Mm. Tehát, hogy erre, tehát ez, mink van, földünk, vízünk. Ami nem kevés. Hát ami nem kevés. Ami igen, pontosan így látom. Én is így látom. Ha vagy nem kevés, de nem ez van, hanem egészen más. De tudom, hogy én ezt nem látom én át, csak valahogy azt látom, hogy a magyar, tehát nincs az a magyar minimum megcsinálva ebbe az országba, vagy átbeszélve, hogy ebben lennénk mi jók. Hát, hogyha aki egy kicsit másképp is gondolkodik, az rögtön hazaváruló lesz, úgy nehéz nemzeti minimumot teremteni. Igen, mert igen. Akkor igen. inkább egy, egyre szűkebb. Na az de hát, a... A, igen, de hát pont ezért mondom, hogy ez a magyar hatalmi elitnek a feladata. Ez bizonyos. Hát, igen, ez, 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 nem a, ez nem a választópolgár feladata. Ennél vannak okosabb emberek, akik, akik, látják, hogy ez van, és ez nincs, és kész. És kapálni mindig lehet. Azt jól érzékelem, hogy a politika és a politikusok egyre kevésbé jelennek meg már humorforrásként. Egyáltalán a magyar, magyar, politikusok között van olyan, akit, akit te viccesnek gondolsz, akit érdemes akár parodizálni is, akit, akit jót lehet nevetni, mert... Én megmondom őszintén, nem nagyon szoktam a műsoromban nagyon politizálni. Van azért, van azért, de akiről én beszélek, az a győri polgármester, ami, ami elég durva történet ezzel a pornójaktal. Igen. Amit én élvezek egyébként, mert hát kinek nem... melyik az a férfi, most szavocs, őszintén, akinek nem vágya, hogy bepesgőzve, bekokainozva két kiszökített lányt hátulra az Adrián egy akton. Tehát az vesse rám az első követ, aki aki azt nem gondolt el, hogy ez jó. Tehát ez egy nagyon jó... Csak a feleséged meg ne tudja meg, ki tud fizetni. Tehát de azért durva a történet, na szóval azért durva a történet, Pláne azzal, amikor hallottam, hogy mivel fizette ki a lányokat, nem tudom, tudod-e. Na hát azért, az a vicces benne, hát nem pénzből, amit neki volt véletlenül van hol Audi gyártól, a így nem. vagy úgy, vagy földeladásból, nem abból, hanem állítólag a lányoknak valami Európai Uniós támogatást szerzett, hogy nyissanak mennyasszonyi ruhakölcsönzőt. Hát ez így tökéletes, ez a történet. Hát így! Van. Így kerek! Így kerek! Így kerek! Meg szájáról szoktam egyet-kettőt beszélni, van. mert az is egy ilyen identitás hazugság, és az piszkálja a csőrömet. de egyébként nem nagyon. Most meg akarom, meg egyébként most van ez a lomkoronasétány ügy, igen. én őt viszont megvédem. Mert ő az a pali egy zseni. Hát bizonyos értelemben igen. Hát zseni. Hát ha most ő olyan lombkorona sétányt épített volna, ami alatt van lomkorona, hát akkor Magyar. senki nem ment volna Igen. oda. Hát most kini akarja megnézni az alföldön az akácvát. Hát szúr, koszos dzsuvás, el kell égetni, semmire nem való. De így, hogy nincs alatta lomb, így hömpölyög a nép. Hát ez zseniális ötlet. Ez zseniális ötlet. Hát állítólag most lezárták az utat, vagy most, vagy de, hát, de, hát, mindenki erről beszél, hát ez egy nagyon nagy ötlet. Szoktam mondani a műsorban, hogy, hogy ugye az egész 80-as évek az ibusz abból élt, hogy a német turistákat elvitték a 9 lukú hídhoz, és megmutatták, hogy ott nincs semmi. És kiszálltak az Icarus buszból a nyomorult német turisták, szétnéztek, és itt nincs semmi. mondtuk, egyetek kész. Tehát, tehát, Úgyhogy ez az űrge, ez nagyon jó, ez a lomkoron a sétányos űrge. Ezért, ezért én védem. Én őt védem. Ugye azt ezt mondani, azt a történetet, hogy amikor azt mondja, a hírtelevízióban találkoztál Nógrádi Györgyel, akkor ő üdvözölted, mint kollégát. Igen. És akkor úgy, igen. úgy, talán félreértette, tehát hogy, hogy mire... Nem mondottál. ő értette félre, hanem csak úgy kommentelték a, a, a mit milyen oldalról, e, hogy hát hogy én hogy beszóltam neki. Itt nem volt ez beszólás, hát e, kollega, hát ő is humorista, csak nem, nem nevetnek rajta. És mondjuk... Műsor, kom... műsoradó, így mondom, műsoradó és program, programot adó, igen. És az még, még egy picit a politika perifériáján maradva, Beszéljünk de, de, nem, de nem, annyira... nem. Nem csak ez most Na, ide, mondja, ide kapcsolódik, mondja. hogy mondjuk a, a, a Kovács Gergely, meg a két farkú kutyák ők, ők kollégák. Mm, igen. Ők is, ők is mert legalább azokra a visszáságokra mutatnak rá, azt hiszem, elég viccesen, amire mondjuk nekünk humoristáknak lenne a feladatunk, és hogyha ők innen indítanak, akkor jó visszatérve még egy nagyon nagy történetet csak az űrületre. Fölív egy ürge, hogy Aranyos Júr, ebbe is ebbe a faluba lakom, tessék szers nekünk elintézni, van itt nekünk egy egyesületünk, és van egy ellenegyesület, hogy azt szüntesse meg. Mondom, hát ki vagyok én? Hát mondom, alkotmánybíró, hogy uh -huh. én egy egyesületet megszüntessek. Azt mondom, de mondom, mit csinálnak? Azt mondja, nem fog jelenni, amikor mi szedjük a szemetet, akkor ők is szemetet szednek direkt ránk szerveznek szemétszedéssel. Mondom, de hát mi ebbe a probléma? Azt mondja, mert azok más pártot szeretnek. Hát mondom, akkor maguk miért szedik a szemetet? Hogy ne legyen szemét a faluba. Hát mondom, akkor nem örülnek, hogy ők is szedik a szemetet? Tudod, tehát és ja. ilyen őrültek megtalálnak. Szóval döbbenet, döbbenet. Tehát itt Most volt egy közös ügy akkor. Egy... Közös ügy, és, és az, az ellenség, mert ő nem olyan pártállással szedi a szemetet. Igen. Ja. Meg van? Igen, teljesen Na. világos. Azért mondom. És ilyeneket, ilyenek jönnek szembe. És így, így kapaszkodok. Kapaszkodok. Van egy... Csináltam egy kis videót, ilyen főzőskés műsort, és azt mondta a kislány, aki ilyen kamerás operatőr kislány, hogy nekik már a Facebookra három oldal van teleírva, hogy milyen szavakat nem szabad kírni, mert megbolondulnak a magyarok. Tehát ha ki van írva hogy hagyományos rántott hús, megöl, megölik egymást. Hogy az nem is hagyományos. A rántott, azt mondta, az ötödik szöveg az, hogy aki karajból süti a rántott húst, az kommunista, aki tarjából az fasista. A hetedik komment az, hogy gyurcsány, bohóc, nyolcadik, orbán cigány. A rántott húson meg akarják ölni egymást a magyarok. A rántott húson és rendes névvel komment, oda, komment, oda komment, Horváth Béláni Marika zsabós hat fog, tartja a kis unokát. Tehát, hogy ő nem egy kamu valaki, hanem ő igenis így gondolja, hogy így nem lehet sütni rántott húst. És oda kommentel és boldog. Igen. És összevesznek a rántott húson. Na most ezt a népet kell vezetnie ennek a magyar hatalmi elitnek, akik tulajdonképpen ugyanígy összevesznek a, a azon a rántott húson, ami nincs is. Igen. Na. Politikát akkor lezárjuk, és akkor menjünk, menjünk, a köszönöm szépen, Köszönöm szépen, mert... az köztudott, hát sokat beszélsz róla, hogy, hogy Hofi Géza, az a te pálya kezdésedben, talán nem tudja hogy a pályaválasztásban mennyi nem, mennyire, szerepet, mennyire. De, hogy, de hogy ő egy, nem tudja, hogy lehet ilyen példaképnek, mesternek nevezni, vagy van egyáltalán neked olyan, a, volt olyan a szakmában? Abszolút, hát abszolút. Hát a, ha már a mesterről szól, akkor hát az, a, az, a, Fábri, hiszen hát húsz évig dolgoztam neki, és hát annak idején még nem voltam elhízva, még hasonlítottunk így is egymásra, akár dumában, akár, akár ö, hozzáállásban a dolgokhoz abszolút a Fábri volt a mester. A, a Hofi egy ikon, egy igen. ikon, akivel volt szerencsém néhányszor együtt dolgozni, amikor oda kerültem a rádió kabariba, mint a segédszerkesztő helyettes, és az egy nagyon nagy élmény volt, amikor vele dolgozhattunk, hiszen hát, hát úgy néztem föl mint egy Istenre. Igen. Hát a Fábri Sándorral kapcsolatban azért tettél olyan megjegyzést, hogy amikor ő azt nyilatkozta, hogy őt nem zavarja az, ha... Az nagyon durva, igen. Most, akkor most megint egy picit ez egy, Igen. érinti a politikát, de azt gondolom, hogy ez most itt szakmai szempontból érinti, Abszolút. hogy, hogy az Orbán Viktoros poénokat azt, azt ki kell venni, azok nem mennek le. Azt mondta, hogy végül is aki, rendeli az, aki fizet, az rendeli a zenét, valami ilyesmi. Igen, aki Mondott fizeti erre. a zenészeket, az mondja, milyen zenét játszik. Már ha jobban belegondolok, Igen. azok egyébként az ő esetében mi vagyunk, de ez, ez az, hát az ez a bajon, pont. Ö, ö, hát akkor, most. minden, mindent elmagyarázta a Ez nekem durva. De hogy azért a ti jó, hiszen most láttam a nem olyan régen volt, hogy az ötödik születésnapod apropóján voltál te a fábrisóban, és ott én úgy vettem észre, hogy azért úgy megvan a kémia Figyelj, hát de... persze, azért húsz év, csak csak um, egyébként így magánéletben nem nagyon lehet vele beszélni. Tehát ő mindent jobban tud. Mindent jobban tud annál is. Tehát, tehát mondom, de, azt mondta, de ez az... nem új jelenség. De... A... de most ez egyre, igen. Tehát amikor mondom, az államtitkár mondta a választ, ő nem tudja. Hát akkor jó, hát akkor elmit mondják erre neked, érted? Tehát benne van az újságban. Ö, nem, 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 cáfolták, nem úgy van. Akkor jó. Tehát igen, úgyhogy nehéz vele, de azért szakmailag, meg hát azért mégis hát azért szeretem, hát azért nagyon ö, nagy, hát húsz év, hát házasságból is nagyon sok húsz év, és tulajdonképpen a legközelebbi kapcsolatban én voltam vele a csapatból, hiszen én jártam ki hozzá, pakolni állandóan a design center tárgyakat, meg mentem vele fellépni, beültem, tudtam a magánéletét, tehát, tehát, mm. tehát, azért a kutyáját, a, a, az életét, a barátnőjét, az szóval mindent, szóval mindent. Takarítottam én neki még a, a konyhaszekrényét is, mert jött ki belőle a molylepke, és mondta, hogy te nem is érti, még tegnap nem volt. Hát persze, hát. Na, szóval, szóval, hogy nagyon jóba voltunk, igen, vagy nagyon jóba voltunk. Igen, igen de ez a, mit árul el a arról a pályaívről, vagy hogy mondjam, a, a, a humoristák, a humor helyzetéről Magyarországon, hogy most akkor mondok három nevet, ugye volt a Hofi Gézát már említettem, ott van Igen. Farkasházi Tivadar, és ott van Fábri Sándor. Ő, 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 ő mindegyik, kik ugye a saját szakmájában kiváló, ez, ö, ezt ugye tevéleményed te véleményed is ez Absolut. róluk, de mindegyik egy más korszakot jelképez. Igen. Hát a Hofi Géza az a 90 előtti korszak, ugye ott van egy ilyen rossz szindulatúnak mondott feltételezés, hogy hát, hogy tulajdonképpen ilyen szelep. Ö, én azt is, is azt mondom, neki. amit múlkor megkérdezték a Hofiról, ugyanezt tudom mondani, hogy, hogyha, ha, aki tudja úgy csinálni azt a szelepet, ahogy a Hoffi csinálta, akkor tessék utána csinálni. Tehát én nagyon szívesen röhögnék ö, bárkin, ö, ha, ha, úgy csinálná, hogy a Hoffi. Tehát olyan zsenéletással, olyan ügyességgel, tessék lenne olyan szeretnek lenni azzal a tehetséggel. De hát Hofi meg is mondta, hogy mi kell hozzá, megkérdezték tőle, így, így. azt mondta, anyuka nunája. Kész. Tehát azt nem lehet tanulni. Azt ő, ő, tanulta, de, de fejlődött, de, de azért elég zseniális. Nem elég, nagyon, nagyon. A, a Teddy az egyik, én két nagy szerkesztővel dolgoztam, ugye a Farkasázival és a Sinkó Péterrel, mind a ketten a, a szakmájuk hihetetlen agyai. Úgyhogy, és a Teddy és a Sinkó is mindig elmondta, hogy mit miért csinál. Úgyhogy a ültem mellettük, rakosgattam a tekercseket, akkor ugye még ilyen tekercses Igen. magnóval vágtak, és rakosgattam a tekercseket, és nagyon sokat tanultam tőlük, hogy mit miért csinálnak. Ez nem azt jelenti, hogy a, a humorista... Pályámhoz segítettek, mert abban nem tudtak segíteni, hanem hogy a szerkesztést hogy kell csinálni. Tehát hogy Teddy tökre szépen elmondta, hogy ő neki mi a koncepció a varéval, hogy ilyen kell benne, olyan kell legyen, itt legyen benne, úgy legyen benne, ennek legyen hangsúlya, annak ne legyen hangsúlya. Tehát ez, ezeket mind-mind elmesélték nekem, úgyhogy ennek én nagyon örültem. A, a visszatérve a kérdésedre, hogy igen-igen más a két korszak, vagy más a három korszak. Ugye, a, három. Ö, ö, a Teddy ő állandó lázadó volt. Tehát ő ugye abba a korba volt a 80-as években, amikor már a sorok között nyíltabban lehetett beszélni, de hát ő meg is mondta, hogy ő mindig úgy tett be egy valamit, hogy tudta, hogy kivágják, de másik kettő direkt benne volt. De ő akkor fezgette a határokat. A Fábri nem ez a típus, ő tulajdonképpen, ha ez a döntés, akkor ő így csinálja. Nekem nem az volt a bajom a Fábrival, hogy azt mondta, hogy, hogy őt nem zavarja, mert ha azt mondta volna, hogy igen, zavar, de nekem itt van 32 alkalmazott, akik miattam vannak itt, és én a rádiókabarit meg akarom menteni, akkor, akkor, az is, akkor talán az jobb lett volna. De így azt mondom, hogy hát őt nem zavarja, mert ez így csúnya dolog. Tehát ez így, ez így nem szép. Na. Szóval mondanám, hogy fasisztoid dologot így tám támogatunk. Ilyen nincsen, hogy, hogy korrupció, vagy korrupció hogy, hogy egy ilyen cenzúra. Hát, hogy a cenzúrát úgy el tudja nézni. És a, akár a rádiókabaréban, de most már a 90 utáni időszakról beszélek, Igen. ugye ott is hát mindig volt valamilyen színezetű kormány, amely, amely, és a, tud, tudható, hogy mondjuk akár Farkasházi Tivadarról is, hogy ő azért nem egy neutrális személyiségű politikai, hanem elég egyértelműen szimpatizált az egyik, vagy szimpatizál az egyik politikai oldallal. Tehát, hogy akkor nem fordulhatott olyan elő, hogy, hogy valami kiszednek a műsorban? Hallgass meg! Hallgass meg! Csak azt mondom mindenkinek, hallgassátok meg. Fönt van sok YouTube-on, meg lehet hallgatni. Én nem vettem észre, ott dolgoztam 18 éven keresztül, akár a Sinkó, akár a Farkasház, hogy bármit kivágtak volna. Egyébként itt jelezném, hogyha a Farkasház itt eddig kivágta volna a Fábrinak a Megyesi Péterről szóló poénjait, Igen. a Fábri lett volna a legelső, aki ordított volna, hogy Stalin, Stalin. Nem volt ilyen. A Teddy is, a, meg a sinkó is mindenképpen csak egyre dolgoztak, hogy a műsor legyen jó. Nekik más nem számít, ők műsorkészítők voltak. Az, hogy a Teddy elment... Ö, ö, tudom én, mi ez a demokratikus karta. kartázni, Igen, kartázni. Igen. a Sinkó Péter meg elment a templomba, ez tulajdonképpen nem, nem befolyásolta a műsorban lévő dolgokat, és nem is volt, hát egy más világ volt, hát ennyire nem volt szélsőséges a történet, hát ennyire nem voltak a magyarok egymásnak elnyás ellen fordítva, hát ennyire nem volt. Bár egyébként palaszkodni, akkor is palaszkodtak már sokan erre, tehát hogy, hogy, nyilván a 90 előtti időszakhoz képest, amikor ugye hát egy párt volt, a, mondjuk olyan nyilván olyan belpolitika nem nagyon létezett, ahhoz képest sokak számára már a 90-es, mondjuk mdf SDS e, viták is azért, azért soknak tűntek. Tehát azt mondták, hogy soknak ó, tűntek. veszekednek a De jó lenne, ha az lenne. Igen. De jó lenne, az lenne. Tényleg. Most nézd meg itt, de most csak még a hatalmi elitre tényleg kettő Igen. mandatot visszatérve. De hát nézd meg, milyen F miniszterelnökeink voltak. Hát volt egy történész, akit senki nem értett. Igen. Hát összetett de, mondatokat mondott. Hát hát összetett igen. mondatokat mondott, és, és olyan mélységű tudás volt mögötte, meg, meg tapasztalat, meg előrelátás, amit a magyar nép nem értett. Utána jött egy pufajkás ember. Hát most őszintén. Utána jött egy egy, 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 egy futóbolond, érted? És most van ez a hatalmi megszállott. Hát most ez a magyar hatalmi elit. Csak azért mondom, hogy a magyar nép őket termelte ki. Hát most volt még a Megyesi Péter, meg egy évig, vagy két évig, meg volt a a, ez a szakértő, nem tudom kicsoda, aki a, volt, a, ki a, a pulykás ember. ember, igen, 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 úgyhogy tudod, mert valami pulykát nem fizetett, igen, a, igen, a igen, ilyesmi is igen. De hát Liba. ezek Liba. Rész... Liba. Libát. Igen. jó, na, új, új, új. Ne zsidózz. Na, azért mondom. És, és, és szóval, hogy, hogy, hát ezeket termeli ki a Magyarország. Szoktam is mondani a mostani műsoromban, hogy, hogy annyira bejött Magyarországnak ez a külföldi szövetségi kapitány hogy nem lehetne miniszterelnököt is külföldről hozni. Tudod, hogy hát, ha jobb lenne. Hát, ha jobb lenne. Ez hát, ahogy, ahogy most, amire, a politika most megy, az azt hiszem, hogy ez a felvetés is... Igen, hát, ő, hát hoznak, de Oroszországból lassan, de úgy tűnik. De nem érdekes, ez sem fontos tulajdonképpen, mert hát ezt érdemeljük. Most eszembe jutott az a ne kijelentése, hogy, hogy nem tudom, hogy Sándor Györgyöt hol, hol helyezed el ebben a de... A zsenéjaitás, a társ. Mert egyszer találkoztam vele az utcán, és megkérdeztem tőle, hogy hogy vagy Gyuri, ne zsidóz, ne zsidóz, ez igen. volt a válasz. Igen. Igen. Én találkoztam vele a Petőfi utcai postán, pontosabban előttem volt hárommal, és egy csomagot adott fel Amerikába. És kérdezte a postásnő, hogy mi van benne, és kinyitotta a csomagot, <laughs> és mindent elmondott. Én úgy röhögtem, <laughs> én úgy röhögtem, és én már, kérem szépen, és így kivett egy falevelet ezt a falevenet október 8-án találtam a nem tudom milyen gimnázium előtt, ahol az én édes barátommal együtt jártunk. Ezt a kis nem tudom így, és ő ezt gondom levélbe leírta, hogy miért küld Amerikába a csomagot a barátjának, milyen fél... Bolond, csodálatos, zseni, óriási. Bonc Géza ugyanez. Bonc Géza ugyanez, hát óriási. Csak, csak ő szegmens, tehát a, hogy a Bonc Géza is egyébként szegmens humorista volt, ugye a Sándor György is egy szegmens humorista volt, mert hát nehéz, meg, nehéz, nehéz, volt őket megérteni. Hát igen, bár azért a, neki a 80-as volt a fénykor, tehát ez igen. a burda térképes Igen, játék, igen, meg igen, amit a Teddy talált ki meg... egyébként. Igen? Igen, Azt nem tudtam. igen, a Teddy találta ki ezeket, és a Sándor György zseniálisan mindent megcsinálta. Persze. Igen. Egyébként Azért ugye a véleményedet, a közéleti kérdésekkel azért te vállalod, hát nyilván most is itt vagy, és, és Igen. vállalod ezt a véleményt. Igen, hogy... de egyre, egyre megmondom neked őszintén, azért nem hangoztatom nagyon, mert valahogy azt érzem, hogy Farahány Borsó. És egyrészt Farahány Borsó is, és a másik, hogy, hogy, hogy nem akarok vitatkozni senkivel. Pont ez a Nógrád is esetet elmondtam. Múltkor elhívtatok ebben a... Igen, ezt akartam mondani, hogy ott kompromitáltad meg a kötött fogásba velünk. A kötött fogásba a színpadra fölmentem, igen. mert azt mondta a szerkesztő kollégátok, hogy a csintalant bevitték a kórházba, megműtik, és hát hogy, aztán kellene, hogy, kellene, Igen. egy kövér ember a túlold, arra az oldalra. És akkor oda mentem, és erre kiderült, hogy a csintalan kijött a temetőből, a műtétről egy napra ő kijött, és akkor tulajdonképpen onnan volt csak egy gondolatom volt, hogy én úgy megszórakoztatom őt, hogy ott röhögtetem a színpadon, hogy hát ha felszakad a sebe. Tehát úgy, hogy én ott így pislogtam, és a csintalant szórakoztattam. Szóval ennyi. Ennyi, szóval csak azért nem akar, azt akarom ebből kihozni, Uh, ott én elmeséltem ezt a Nógrádi Györgyös történetet. És uh, ott én elmeséltem, hogy egy ismerősömnek elmondtam, hogy Nógrádi György, uh, ezt, ő nagyon szereti Nógrádi Györgyöt És Igen. az volt, mondom, én is szeretem, csak mondom, mióta kitört az orosz háború, plusz talán régebben ismerem, mint militári rajongó, mondom, kitört az orosz háború, mondom, az ott nagyon az orosz propagandát nyomja, mert, mert mondom, szerintem megfizetik. És akkor erre az volt a válasz az ismerősömnek, hogy a bödőcsöt is megfizetik. És tudod, az, az a bajom ebben az egész dologban, hogy, hogy amikor összekeverjük keverjük a, így mondom, durván mondom, hogy minél kontrasztosabb legyen az állami hóhért, összekeverjük a szabadságharcossal. Hisz mind a kettő öl. Akkor nincs utána már miről beszélni. Érted, Szabolcs? Tehát, nem akkor tehát úgy szoktam most, most játszunk gazdák, hogy okosant, és hozzá egy medici tehát hogy ő azzal dob. Minek, minek beszélgessek olyannal, akivel a, az alapvető dolgokba, a szabályokba se értünk egyet. Nem kell beszélgetni, ezt a Covid alatt jöttem rá, hogy ne, nem akarok én meggyőzni senkit, nem akarok, de egyáltalán van olyan egyébként olyan barát, vagy ismerős, aki aki nem az én, ö, ö, hogy mondjam neked, ö, dolgaimat vallja, de tudok vele beszélgetni, mert, mert értelmes, és tudja a játékszabályokat. De aki hívő, érted, az én édesanyámnak hiába mondanám, hogy nincs Isten. Ő úgy született annak idején Alföldön, hogy van Isten, és 77 éves, és most is van Isten. Tehát, hogy ő, és ha meghal, akkor is ő megy Istenhez. Tehát, hogy nem tudsz neki, egy hívőnek nem tud elmagyarázni, hogy, hogy mi van. Az úgy van. Kész. És ezzel, nem, tehát ezzel, ezzel, nincs értelme vitatkozni, és ezért nem is tartok olyan, tartom azokat a kapcsolatokat, ahol, ahol a játékszabályok nincsenek tisztázva. Igen. Uh, amit kérdezni akartam, az az, hogy, hogy a közéleti véleményvállalása miatt valami negatív élmény, reakció mm. érkezett, vagy nem. Vagy van olyan, hogy feltűnő, hogy bizonyos helyekre nem hívnak? Volt olyan, ahová nem, nem hívtak meg. De nem azért, mert közéleti vagyok, De. hanem azért, mert humoristát oda nem, nem akarta a parlamenti képviselő, azt is tudtam. És ez is látod, nagyon szomorú. De. Tudod, hogy, hogy egy városnak a művőöldési házának a vezetőjének leszólnak, illetve megkérdezi, hogy humorista jöhet-e. Nincs szükség humoristára. Igen. Tehát nem személyemben volt a dolog, rólam szólt, hanem nincs szükség. Úgy úgy elgondolkozok, hogy az a város így van tartva, hogy, hogy akkor mi van helyettük? Igen. De büsszi, Vagy nem tudom, hogy mi, mi, mi van helyette? Kommunikációs tréning? Vagy, mi van a te, vagy, vagy, vagy vagy bálásruha a művelési házban? Tudod, tehát így elgondolkodom, Igen. hogy hát ha humorista se, hát annál már mi olcsóbb, hogy egy csávó kell egy mikrofonnal? Tudod? És azért nem. mondom, de van ilyen, de ez nem sűrű, meg nem sűrű, meg szerintem mindig azért az üzlet győz. Tehát egy művelődési házas azért nem engedheti meg magának, hogy ne legyen egy teltház vagy kettő, hogy hívjan egy olyan humoristát, aki, aki jól forog az emberek között. Ja, ha jól tudom, te nem pálya elhagyó, hanem igazából a pályára fel sem lépő tanár vagy történet tanár. Némiképp hasonlítasz hozzám, de ez most mindegy. Igen. Hogy ezt, ez nem, sose bántad meg, vagy, vagy nem hiányzik ez? Vagy Azért ez nem bántam meg, mert, mert a, el, is mondtam a, el is mondtam az egyik önálló estemben, hogy én tanítottam ötödikeseket, meg nyolcadikosokat, az bőven elég volt, hogy rájöjjek, hogy nem ez én pályám a tanári hivatás. A más, és a másik szakom még a média menedzser volt, tehát ugye én nem vagyok pályaelhagyó igazándiból, mert én a másik szakomban dolgozok effektíve a mai napig. Úgyhogy nem vagyok pályaelhagyó, csak a pályámnak ezt a részét nem csinálom, és ezt a részét csinálom. Ö, sosem, sosem hiányzott, itt van a feleségem, ugye ő, mindig, ő még mindig magyar tanár, jól keres, szoktam mondani, ömlik a pénz hozzá. Pláne, hogy a Bristol is egyszer már odaadja. Igen, igen, tényleg. igen, hát nem érdekes. Ő ott hagyta egyébként, tehát ő eljött Maszeknak ő maszek tanárnő, ő katás, ők tényleg katás, mert hogy gyerekek jönnek hozzá. Úgyhogy ő, ő, eljött az iskolából, nem bírta idegileg. Meg én is mondtam neki, hogy Krisztike 209 ezer forint, úgy érzem, hogy azért ezért, ezért ne, ne, kelljen föl reggel 6 órakor. Tehát, hogy bemenjen, szoktam mondani, hogy más fia gyerekét tanítsa. Egyébként azért járnak hozzánk tanárok, mert ugye ő még mindig tartja a kapcsolatot a igazgatónővel, igazgatóértesse, meg a kollégákkal, meg, meg most is van nekik ilyen magyar tanár, ilyen Ilyen elvarázsolt Facebook oldaluk, ahol könyveket ajánlanak embereknek. Könyveket. Nem. Hát normális! tudod. A szóval könyveket. És tartjuk. De én azt veszem észre, hogy a, a tanárok, akik nem mennek ki tüntetni, ők is szavaznak ám. Mindjárt mondom, hogy hogy, vagy ők is. A, tehát, hogy nem véletlenül zuhan le a magyar iskolának a minősége. Tehát ugye a felmérések vannak, kompetencia kezdtek meg ne, hogy így megy lefelé a magyar oktatás. Mert mondják, hogy olvastam, hogy az utolsó húsz év az állva hagyta a magyar oktatást az európai oktatáshoz képest, stb. stb. többi. De most, ha valaki 209 forintért be kell mennie, és hát az asszony elment 7 órakor és 5 órakor jött, 4 órakor jött haza, tanított még egy-két maszekot, és utána még 9-től 12 még dolgozatot javított. És hétvégén óravázlatot írt, és ezért, tehát hogy na, dolgozott vele 10 órát egy nap, Min minimum, minimum. És csak azt akartam ebből kihozni, hogy, hogy komolyan vette. De hogyha valaki azt mondja, hogy 209 ezer forint, most, most ez már 280 is, most felment ilyenre, de az is nevetséges. Azt mondja, hogy 280 ezer forint, hát, hmm, hát, hogyha ti ennyire becsültök meg engem, én szeretem a miniszterelnök urunkat, de hát, hogy csak ennyi van, akkor nem fogom szétordítani az agyatam a kölyköknek. Hát nem készülök én, hanem bemegyek az órára, és ezt csinálják. Bemegyek az órára, és azt mondom, hogy nyissátok el a könyvet a 82. oldalon, olvassátok el, kus legyen. És egy ez itt van tartunk, hogy ezért most már a magyar munkavállalók 50%-a funkcionális analfabéta. Funkcionális hmm. analfabéta. Tehát olva, most hallgattam egy podcastot, ami kutatóintézet űrge, akinek az a dolga, hogy a nyugat-európai cégvezetőkkel tartja a kapcsolatot, akik Magyarországon. És azt mondja, az 50 a legnagyobb probléma, 50% analfabét a Magyarországon a munkavállalóknak. Azt mondták, a gépre ki van írva, írva, nem értik a népek. Grafikusokkal, piktogramokat, rajzokat kell készíteniük, hogy a munk magyar munkavállaló tudja kezelni a gépet. Szabolcs. Analfabéták a magyarok. És ez még csak rosszabb lesz ez még csak rosszabb lesz. És és mondom, hogy ezzel szavaznak a, a, a tanárok maguk csendességébe, hogy nem erőltetik meg magukat. És mindegy, hogy ő, ő Fidesz párti, vagy nem Fidesz párti, a Fidesz párti is azt mondja, ha ennyire vagyok megbecsülve, én is ennyit tudok adni. És most ugye a nyugdíjas néniket, nyugdíjas néniket visszahozták, azok ott fognak felborulni a katedrán még három-négy év, diák, ő, most tanárok fizikát tanítanak, hát, az, az most, hát nem lesz több Nobel-díjasunk. Hát igen. föl, tehát most ezeket, ezt a két Nobel-díjas nagyon meg kell simogatni, mert ebből a magyar iskolarendszerből már nem fog kiugrani valaki, mert itt már alapokat nem tudják megkapni, mint a fasodi gimnáziumban az a sok fizikus zsidó ember, aki aztán az atombombát megcsinálta, meg kellett. nézni. Oppenheimert mindenkinek javaslom, meg kell nézni. hát. Hát amikor az a jelent, amikor robbantják, meg nem láttad? De láttad. Hát robbantják az atombombát, és a tellerede de, euh, lekeni az arcát napteljel. Hát az zseniális. Hát, hát azért mondom. Csak azt akarom mondani, hogy tehát ilyenek már nem lesznek. Hát nincs, nincs, nincs. Ki kell menni külföldre? Hát, euh... Vagy ki kell menni a gyerek, hogy kimennek a gyerekek? Vagy csak azok a gyerekek fognak tudni okosnak lenni, vagy, vagy tanulni, akinek az édesanyja édesapja ki tudja fizetni a magántanárokat. Mert az iskolába nem várható el Hát ki az, aki ezektől a tanároktól elvárná? A, 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 Fiderikus mondta, egyszer dolgoztam neki, és kérdezte, hogy mennyit keresek a Fábrinál. És akkor mondtam, hogy hát volt akkor olyan 24 ezer a fizetésem két hetente, tehát ilyen erős dinamikus összeg. És mondta, hogy na hát, ezért a pénzért ebben a szakmában csak a megjelenés kötelező. Na most ugyanezt mondom, hogy ezért a pénzért, amit a tanárok kapnak, ezért csak a megjelenés kötelező a tanári pályán. Ennyi. Igen. Hát most nem tudok olyan jót kacagni az elhangzottakon, meg csak, szinten, én csak mondom neked, hogy én ezt belülről, belülről látom, figyelem, figyelem, nem hőbörögnek, nem mennek ki dobálni a karmelitába, meg lángoljon a karmelita, csak, csak, csak ők is, a, hogy mondjam, megint amint mondok, a könnyebb utat választják. Tehát megint csendes sumák, csendes sumák. Ja, ti így, mi is úgy. Igen. És ez látszódik. Sajnos ez látszódik. Mert akkor kormány egyébként megmondta, hogy a, mi a recept a tanárhiányra, hogy hát előbb-utóbb a gyerek is kevesebb lesz, e, és akkor ugye kiegyenlítődik a két igen. dolog. Mert ez a legszomorúbb egyébként. Ugye. Tehát ez a legszomorúbb, ez a demográfia. Tehát az egyik kudarcot, tehát a másik kudarc akarja el, és igen, akkor igen. Ez, a, ez a... Nem, ez a legszomorúbb nekem. Kordás. Megmondom őszintén, nekem ez a, leg, ez a legnagyobb szomorúságom ez a Magyarország lélekszámának ez a drasztikus zuhanása. Ugye a ti van ez a kötött fogás, amiben a János, Reihert, János, aki ott szokott ülni az asztal azon az oldalán, csintalan ezen az oldalán. És hát a Reihert János, amikor a számokat mondja, az, az dermesztő. Tehát az, az a legrossz, az a legrosszabb, amit úgy hallgatok, hogy, hogy mondja, hogy mióta hatalmon van Orbán Viktor, 332 ezerrel kevesebb magyar van. Hú! miközben nagyon sok milliárdot beletesznek abba, hogy szüljünk gyereket, vállaljunk gyereket. És ez a sikerágazata a kormánynak, én azt hallom. Ez a szomorú. Igen, nekem ez a dráma. És, és, és nem is tudsz rosszat mondani róluk, mert tényleg sok mindent megtesznek, megtesz, csak valahogy nem, nem, nem megy. Na most megint itt van a, látod a az én kis álmom, hogy, hogy mintha miniszterelnöki program. Tehát hogyha azt a pénzt, amit a stadionokra fordítottak volna, fordítottak, csak mondom, én, mint futballszerető. Hát azért Haból az Ha abból építettek volna a lakásokat a szegény embereknek, a szociális lakásokat, akkor lehet, hogy abból a 730 ezer emberből, amit most bevallanak, hogy annyi külföldön dolgozik, lehet, hogy abból 3-350 ezer forint az olcsó szociális bérlakásokba lakott volna, és Magyarországon dolgozik, Magyarországon fizet adót, Magyarországon szül gyereket, a magyar gazdaságban vásárol, és nem, nem nyugat-európában. Tehát megint ezt mondom, hogy ö, ö, Európa, tehát hogy magyar minimum, hogy hát mi a fontos, hogy itt maradjanak a magyarok. Érted? Tehát, hogy megint, megint, ha miniszterelnök lennék, akkor nem stadion lenne, hanem szociális... De azért Diós lenne. Diósgyőrben? Diós sem lenne. Nem? Nagyon jó volt a régi is. Kellett volna a gyerekeknek, a futcalistáknak még két-három boiler, az meg lett volna oldva, hogy legyen meleg vízük. Tehát, ami lelátunk, jó volt, már volt világítás. És ez a, ez szenvedély, ez még megvan? Tehát a addig... szolidabban, a... szolidabban, szolidabban a Diós Győr, Az öcsém még mindig tartja a frontot, ő mentős, az öcsém mentős, de kiár a Diós Győr meccsre, mint mentős, és ő mindig azt mondta, hogy azt mondja, hogy ha jön a partjelző, mert neki a hordágyal oldalt, ő, hogy be kell rohanni, akkor ugye minél hamarabb bent legyenek a hordágyal, hogyha néhány partjelzőt ő azért akasztja a lábát a partjelzőknek, és azt mondta, ha a fradista meg fog sérülni, akkor el is fog ejteni. Tehát azért a Diós Györ még él, a kurutság él, mondom itt ezt a 9. kerületbe. A Tehát, jön. hogy még ennyi, de, de hát nincs már az, mint régen volt az a jó hangulatú verekedések, akkor a, rendőr, rendőrkapitányt megverték, jaj, de szép volt. Nem verték, meg csak pofont kapott. Ott voltam, azért mondom. Az csodálatos. voltam, amikor rá akarták gyújtani az egyik tulajdonosra a klubházat. Olyan szép volt. Olyan szép, felborították, felborították a villamost, a fradistákat nem engedték, csak a bükknek keresztül, hogy arra mentek haza, felborították a villamost, építették a barikádokat, szóval már ez a jó hangulat, ez az öntevékenység, ez már elmúlt, tehát ilyen danolás van meg meg cigányozás, nem jó, nem jó. Tehát nincs Hát ég... leépül a civil leépül, társadalom. A civil, igen, leépül a civil társadalom. Csak a kulturáltság van. És nincsen ez csak... összefüggésben esetleg azzal, hogy, a, hogy, kik vannak a pályán? Sajnos ezzel van, igen. Nem csak ezzel. És most arról beszélek, hogy jól fociznak, vagy rosszul nem, fociznak. Hát nem, igen, az a probléma, hogy régen... Ugye az én drága unokatestvérem, ő sportújságíró volt, és ő mesélt, hogy egy, vége volt a mesnek, és együtt mentek a villamossal haza a most legutóbb, amikor rosszul ment a Diósgyőrnek, akkor elvették tőlük a Volkswagen-eket, mert hogy bénák a játékosok, és beültek a hetes BMW-jükbe. Hát szóval, érted? Tetkó, tetkó, égnek álló haj szőrös kabát, szőrös kabát, drága cipő. Érted? Csip, 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 csip. Tehát ezek a focisták. Igen, megmondom, együtt mentek az a villamosat. Azoknak volt értelme szurkolni, kisernek, aki ott, lakott, ott, lakik Miskolc Grömbön, érted? Meg mondjuk, vagy... agyanyelvi szinten lehetett velük beszélgetni. Meg anyanyelvi szinten, az, is igaz, az is igaz. Vagy hát Veré Gyuri bácsi, Diós Györnek az oszlopa, érted? Ilyen. Hát szembe a Gyuri bácsiról van egy, szembe a stadionnal szembe van egy söröző, és amikor bemegyek oda, mindig így elszörnyűködök, hogy ki van az öreg nagyítva, ilyen tömött bajsza van, kicsit igényesebb, mint a Kövér uh -huh. Nagy kapus, nagy hatalmas ilyen ekkora szuszpenzor, tudod, ilyen kukivédő, és tehát egy ilyen, 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 nagy hatalmas szőrös félisten. Tudod, tehát hogy öt, az ötös, ha egy focista lettem volna, az ötösig nem mentem volna el, úgy féltem volna tőle. Tudod, tehát, hogy ezek, de hát ő mérjai gyerek, borsori gyerek. Ne érte, lehetett szurkolni azok, 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 magyarok, zúriák csöpi, Tudod, tehát azok magyarok, azok miskolciak voltak. De hát Zamunda Gyugyungónak, miért szurkolnánk? Örülünk neki, mert jó focista, de nincsen érzelmi alapja a dolognak. Tehát, Örülünk, jó, csak ilyenből kellene kettő, nem 24. De most egyébként a diósgyőrben most vannak azért. Uhum. Hála jó Istennek borsodi születésű gyerekek, úgyhogy ez, ez azért. Most, most jó, most így öröm. És most jó is a diósgyőr, úgyhogy néztem a meccset, a lesz érkezésem, akkor majd kimegyek a B közébe, egyébként van nekem székem a, a, a VIP szektorba. De, de inkább a, most, ha lemegyek, akkor a nép közé ülök, azt hallgatom a duákat. Tehát olyan szövegek vannak, hát még mindig. Amikor kezdtem kiárni, azt egy spirálfizet tele van írva, a, amiket ott tud, hallgattam. Hát, tudod, ez a bírónak, hogy ma te vagy feketébe hónap anyád lesz. De csodálatos, és ennek mindenféle változata, a, 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 hát a, na, akkor már a Teddyről volt szó. 92-ben azt hiszem, amikor a Fradi úgy volt, hogy a Fradi le, bajnok lesz, eljöv. Ha Diós nyer... Ott, ott, igen, Nyilasi volt az edző, igen. igen. Na, így is emlékszel rá. És hogyha nyer a Fradi, akkor, akkor bajnok. És Diós volt a meccs, Diós Fradi. És Teddy utolsó pillanatban érkezett, és már nem tudott venni a ö, jegyet a vendégszektorba, és Teddyke beállt a Diós Györbék közébe. És ezt ő mesélte, hogy gólt rugott a Fradi, fölpattant. Elkezdte ott hogy hát a Teddynek a tudózat. És, ő... és azt mesél, hogy megfordult, és 3500 barna szempár teljes csendben így nézték és már indultak ezek, a, akkor azok még melósok voltak, ilyen nagy öklör, indultak, a de, de Teddy fel, megölték volna, hát a vasat meghalítják, akkor erős barmak voltak ott, és akkor a, valaki felordított, hogy ezt ismerem, hülye, ne öljétek meg. A Teddy így élte túl, ne az operatőrök, a Teddy így élte túl azt a meccset, és akkor így lett bajnok a Fradi. Csak azért mondom, de ez már nincsen, szóval ez, ez már nincsen, úgyhogy de, de mondom, egy spirálfüzet tele van írva a hülye dumákkal, a beszólásokkal, a helyzetekkel a Vidapetivel van egy közös estünk, ő is elmesél, hogy milyen volt, amikor egyszer kivitte az unokat testvérem Diós Szóval az már nincs, az már nincs, az a hangulata. Keresztúri Tibor írta ezt a Magyar Narancsban, ja. rengeteget ezeket a lelátói hangulatokat, hogy, hogy egy faszi le volt szúrva, át volt szurva a kabátja késsel. És akkor azt mondták ott, hogy nézd már, nézd már, hát azt mondja, ez itt azt mondja, hogy vezetünk, azt meg, 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 meg akar halni. Érted? Hát csodálatos. Szóval ezek, ezek már nincsenek, ezek már nincsenek. Kultúrátság van, szép a lelátó, nem is tették tönkre, úgyhogy hát változik a világ. És ha már így beszélgetés vége felé, hogy haza, hazaérünk no. uh, Miskolcra, Gyorsgyőrre, amikor te gondolom gyakran vagy most is ott. Megyek, megyek anyukám méghoz. Hogy én. milyen, és összeveted azzal a gyerekkoroddal, az iskolával, amikor az iskolákat, amiket ott elvégeztél, az akkori életet a mostanival. Akkor az milyen érzés? Akkor mire gondolsz? Na azért, Előre, vagy nem, hátra, mi, mi van? Hát Miskolcon? elmondom. Miskolc, amikor én oda, ott éltem, 1975-től, 30 éves koromtól lakunk Miskolcon, és 90, nem tudom, valahány ott is éltem reggeltől estig, így mondom, aztán főiskolára kerültem, aztán Pestre. De Miskolc, amikor én gyerek voltam, egy hihetetlen pesgőváros volt. Tehát, tehát ott reggel hatkor fújt a gyár, nagy vasgyár, délután kettőkor és este tízkor, és 30 ezer ember az utcán. Tehát tele a buszok, a villamosok, szálltak le a palik a diplomatatáskával, meg van a, az a csattanós diplomatatáska, amiben volt egy népsport, egy, 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 kettes körte, meg kettőtől, tehát körülbelül, és mentek a melósok diplomatatáskával a gyárba dolgozni. És Tele volt a város, a kocsmák tele voltak, dobálták be a rövideket, a, a söröket, nagyon jó hangulat. Kultúr, olyan kultúrás élet volt, grafikai biennálé volt, a színház csúsa volt, járatva, mozi, nem tudom, én most, mostkor összeszámoltuk, hogy most, vagy most, mozi volt Miskolcon. Reggel 9-kor volt Miskolcon filmvetítés, mert ugye aki hatkor végzett a gyárba, az lefúr, lezuhanyzott, fürdött, lezuhanyzott, fürdött, bedobott valamit, megreggelizett, eljött 9-kor a moziba, 11-kor hazament, aludt és aztán ment vissza délután. Szóval, hogy hogy reggel 9-kor met vetítés volt, 11-kor vetítés volt, úgyhogy ott volt az egyetemváros tele diáksággal. Úgyhogy egy ilyen, egy ilyen, nagyon pesgő, a buzatéren ezer millió sárga busz megállt, és ömlött ki belőle a nép, és egy, 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 egy ilyen Hát én úgy voltam koncerten egy héten kétszer, háromszor úgy mentem el Miskolcon koncertekre, hogy heavy metalra nem is jártam. Hm. És így volt, Sziámin a klubja volt, a kabinetertét, tánc- és tömegzenekarnak klubja volt havonta, szóval minden nagy zenekar lejött Miskolcra, nagyon nagy hangulat volt. Hát most ezzel szemben én nem tudom, hogy van, hogy azt vettem észre, hogy ha a Fidesz van hatalmon, akkor sincs pénz, ha a másik brigád van hatalmon, akkor sincs pénz. Tehát nagyon nagyon lefele, nagyon lefele tart. Amikor én gyerek voltam, középiskolás, ugye 86-ban, akkor újították föl Miskolcon a főutcát. Hát ez most már... Mennyi idő ez? 30? 86 óta? Ökön, hát 30. Már majdnem 40. Már majdnem 40. Le van pusztulva teljesen a belváros Miskolcon, de teljesen. Tehát szoktam mondani, hogy a Stalingrad című filmet bárhol le lehet forgatni Miskolcon. Tehát tiszta dzsumbi, tiszta dzsumbi. Egy-két pont van, ami tartja magát, azt nem mondhatjuk, de úgy globálisan nagyon-nagyon le van csúszva. Sajnos. Ezt, ezt nem tudok más mondani. Le van A bük maradt, Uh, Lila Füred maradt, Miskolc tapolca fejlődött, tehát a vendéglátás idegenforgalom az oké, okay, de maga úgy a belváros, az, az, a, az, a, teljes, kimondom ezt a szót, szömösödés, ugye ezt nagyon szeretik. Igen. De a, a Be, felvett hozzám egy beszéd de ötödik úr, után már sejpített, legyőztem, és meg gyereket is akart, mindegy, ebben nem megyünk bele. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy nagyon lefele tart Miskolc, sajnos, nagyon lefele tart. És ezt sem, ezt sem, értem, látod, hogy akkumulátorgyár miért Debrecenbe? Tehát miért a jó zsíros földre van akkumulátorgyár, ahol nincs víz? Hát miért nem Miskolcán a rossz a föld, és van víz? Hát ott van. tehát, hogy ezeket sem értem, látod, ha már csinálunk valamit, akkor miért nem? De hát, tudod, nem akarom mondani, hogy van régi, régi szám a kabarinál tartunk, hogy nyomják a Na, szóval én úgy érzem, hogy Miskolcot mindig nyomják. Vagy, szóval nem, nem nagyon, nem nagyon haladott az a világ előre. Kopik is, szóval nem, nagyon lefele tart, úgy érzem. Hát de hát anyukám még ott van, járnak a templomba, fater jár még vásárolni, ő még ott fizetőképes kereslet, vagy, vagy fizetőképes nyugdíjasok tartják néhányan a frontot, az öcsém még mindig mentős, hogy ők még mindig kimennek a betegekért, betegekért meg megpróbálják elgáncsolni a partjelzőt, tehát ők még tartják a frontot, de, de hát nem vidáma ez a része, azt hiszem. Nem tudom, ez a záró kérdéshez vidám lesz-e, vagy sem. Mondhatjuk, hogy azért a szakmádban kifejezetten sikeres vagy. Van valami olyan ambíció, olyan cél, amit még szeretnéd az életben a szakmába elérni, vagy ami eddig még nem sikerült, de, mindenképpen szeretnéd megugrani? Amikor ugye a Covid osztályon feküdtem, akkor elterveztem, akkor volt egy tervbe véve egy szervezőnek, volt egy gondolata, hogy legyen aranyosi 50 show műsor és ezt tavaly, amikor kijöttem a kórházból, elkezdtük szervezni, és meg is csináltuk, kongresszusi központ, nagy Miskolcos sportcsarnok, Debrecenben, szóval nagyon-nagyon sok embernek, kétszer, több ezer ember, szóval megcsináltam azt a, a, ezt az ötvenes, másfél évig ünnepeltük az ötvenedik születésnapomat. Most ilyen nagy tervem nincs, ugye hát van közös estem a, a Badárral, a Dombovárival, Vida Péterrel, Csernus doktorral. Van egy, van egy önálló estem, tehát ez már öt műsor, amin végig jár az eszembe, gondolkodok. Amilyen terv, az pont erről a beszélgetés, ugye a telkes beszélgetés, hogy csinálunk majd egy olyan kiskörben egy olyan tóksót, mint annak idején, mondjuk a lehetetlen, ha emlékszel rá. Oh, rá igen, igen. Egy olyan kis beszélgetésbe szeretnék, hát, szeretnék csinálni, de hát az még tanulnom kell, hogy ne pezsegjem túl. A, mert ha rajta múlik, akkor olyan leszek, mint a Fábri, hogy kérdezek valamit, és utána válaszolok 12 percben a saját magam kérdésére, mert sajnos én ilyen típus vagyok, de hogy ezt kéne tanulnom, hogy egy kicsit elengedjem a, a partnert, hogy ő válaszoljon, meg ő csinálja a sót. Úgyhogy egy ilyen terve van véve, és nem véletlenül ö, hívogatom kifelé ezeket az embereket, hogy keresem az olyanokat, akik, akik a akik nem az első vonalas, meg nem is a második vonalas, de olyan csodabogarak, meg olyan értelmiségiek, vagy olyan értelmesek pontosabban, meg olyan érdekes emberek, akikkel lehet mondjuk egy ilyen show műsort elvinni egy ilyen kis klubba, kis helyen, hogy egy kicsit olyat is hallgassunk, például, Hály János nagy magyar költőnk volt, Nem. és hát olyan Petőfiről olyan előadást tartott, hogy mindenki tátott szájjal bámult. Úgyhogy egy ilyen Hály Jánossal beszélgetés mondjuk a költészetről, vagy egy marketingfőnök elmeséli, hogy hogy lehet megvenni egy világsztárt, egy üdítőt a reklámozására, hogy ez talán érdekes lesz olyan embereknek, akik nincsenek ebbe benne. Ahogy én sem vagyok benne, úgyhogy nekem érdekes, hát remélem másnak is az lesz. De ez még csak egy ilyen Két év múlva, egy év múlva, úgyhogy kergettem még az alanyokat. Hát ehhez nagyon sok sikert kívánok, meg Köszön egyébként szépen. a pályafutásodhoz más téren is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a nézőinknek is a figyelmet. Javaslom, ajánlom, hogy keressék a magyar hangot, iratkozzanak fel a csatornánkra, hiszen a a jövő héten új műsorral jelentkezik. A viszontlátásra. thank mm -hmm. you